Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárt Zone, és a mai videóban pedig megnézzük az új Panini FIFA 365 10. évfordulós Adrenix-ek 2025-ös starter pakkot. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mit tartalmaz a starter, mert Magyarországon egy külön starter kerül forgalmazásra, amiben is a különlegessége nem csak az, hogy magyar nyelvű játékszabályzati a magazin van benne, hanem egy csomag kártya és egy csomag prémium kártya. Na ez menő, ez kifejezetten különleges, és még négy limitált. Tele leszünk limitáltak, jó is, mert van Szoboszlaiban sima limitált is, illetve van ugye különleges prémium limitált is. Magyar csapatos limitáltról nem tudok egyébként, mármint a Fradi persze oké, de hogy azon kívül, hogy lenne ilyen Debrecen, meg ilyenek, erről nem tudok. Nézzük, ugye itt a magyar zászló azt jelenti, hogy tényleg csak Magyarországra készült ez a starter, ezért itt vannak információk is magyar néven, keresd a legmenőbb kártyákat, Golden Baller, ugye nincs már Topmaster, Invincible, Fluo és LDS kártyák várnak rád, és itt van néhány kártyáról design, van Messi Best lap is, ott van a Limitednek a dizájnja, tehát már ezt is tudjuk. Nézzük meg, én azt mondom, ne csak a befóliázó starter fogdossam, hanem magát az albumot, ahogy nézem a borítót, ugye nem sikerült belerakni, ezt nekünk kell, és felszámozni is nekünk kell, hogyha szeretnéd az oldalakat. Hát én ehhez mindig lusta voltam, de becsülöm, aki megcsinálja. Oké, és úgyhogy ebbe az albumba belefér az egész széria, és pár limitált a hátuljában. Ha nagyon sok limitáltad lenne, akkor kettő albummal kell operálni. Én általában kettő albumozni szoktam, mert olyan sok limitáltat gyűjtök, hogy nem fér bele. Invincible postert megkapjuk idén is. Nagyon jól néz ki, bele se fér a képbe. Elképesztő méretű Invincible posterről van szó, és nagyon jó a nyomtatási minősége is, mint látjátok, egyáltalán nem pixeles rajta semmi. A hátulja meg szokásosan egy játéktér, vastagabb papírból készül, tehát tök király. Ezt legalább itt meghagyták, ugye a Premier League-nél kicsit furcsa volt ez a gameboard, de itt teljesen rendben van. Jó, nézzük, itt van egy kártya, ezt majd megnézzük. Van benne egy album borító, hogy adott országokba hogyan jelenik meg. Nagyon király, és a másik oldal pedig egy checklist, amin is Icono, Goldo, Glow, Fluo, Barcelona, Milan, Ulsan, Hyundai, Real Madrid, PSV, Eindhoven. Hiányzik ugye a Dortmund, sajnos az már nagyon sok éve hiányzik a Dortmund, én legalábbis szomorú vagyok, hogy nincsen, illetőleg most a PSG is bekerült a nagy hiányzók közé, cserébe van Ferencváros, meg minden, hát igen, sajnos ugye, vagy nem sajnos, a FIFA 360 nem mindig arról szólt, hogy a legnagyobb klubok vannak benne, ezért is lehet, hogy a River Plate az nagyon sok éve már ott van, de bekerült a Bayer Leverkusen és a PSV Eindhoven, az meg nagyon-nagyon jó szerintem. Tegyük be az album borítókat, mielőtt megsérül, jól néz ki egyébként. Azt mondja, hogy nekem tetszik ez az új design, ez a füves 365, ugye ott a középkezdésnek a elválasztó vonala, én legalábbis azt látom bele. Nagyon jól néz ki. Sok arannyal dolgozik, de vannak új színek is, ez a lila és a kékes ott a tetején. Jaj, ezt a vizét ezt kiszedem. Ez így nem lesz jó. Így az eleje, és akkor ezt a szám papírkát ezt kiszedjük. Úgy is van. Na, így néz ki akkor az album. Király, sajnos nem gerinces, de amúgy meg nagyon király így is. Meg már hozzászoktam FIFA 365-nél a dupla albumozáshoz, hogy külön albumban gyűjtem a limitedeket. Ez nem egy meglepő dolog. Oké, úgy né. Nagyon szép. És itt egy kis logó még. Nagyon szuper. Ó, itt van fontos információ, hogy július 1-én zárták le, tehát a július 1-én lezáródott átigazolási időszak, mert a Panini szerint az alapján készül el, ugye a valós átigazolási szezon az augusztus 31, de ezek szerint azért vártak júliusig, az is valami, ugye el kell kezdeni a széria gyártását, hogy megjelenhessen. XXL kártya tartó, ezt ki is emeli, nagyon király, ennek is örülök, azért az ilyet szeretem, én karton papírból kitolt pattogtatni, és akkor ezt mindjárt össze is szereljük. Egy kis cellux nem árt neki egyébként, most pont annálam, úgyhogy meg tudom mutatni, mindig csak beszélek róla korábbi években, mindig csak beszéltem, hogy én hogy szoktam megcelluxozni, hogy még stabilabb legyen, most ezt meg is tudom mutatni nektek. Úgyhogy hajrá előkészület, te vagy a király.
Úgy is van. Behajtjuk itt az összes, ahol látsz ilyen recét, vagy ilyen behajtást, ott azt tedd is meg, hogy hajtogass be előre, és akkor így lesz a legkönnyebb összerakni. Tehát így fogod, és akkor szépen csinálsz belőle egy ilyen kis dobozt. A teteje az meg már szerintem teljesen egyértelmű, hogy így lecsukódik, és akkor az alján is először ott, ahova be lehet nyomni. Na, gyere már, nem akarja. Úgy. És akkor ezt a fület behajtod. És ezt is belenyomod, hogy így stabilan tartsa. Na hát, mivel mindegyik sarkon eláll, ezért én így szoktam celluxozni. Amúgy jól néz ki, meg király ez a doboz. Ennek is a minősége, nyomtatási minősége eléggé parádi. Na és akkor a plusz cellux, és ugyanúgy lehet használni, tehát nem zárom le, illetve ha nem tapizod össze a celluxot, illetve ennél kisebbet teszel, akkor nem is fog látszódni. Még királyabb ollóval elvágni a celluxot, és akkor a rece nem fog látszódni, akkor tényleg nagyon láthatatlan lesz. Most túl sokat raktam rá, ennél jóval kevesebb is elég. Így. Nekem mindegyik XXL kártya tartom, így van, megcsinálni. Nézd meg, milyen szép. Így szerintem sokkal jobban néz ki. Illetve album az XXL-eknek. Most már arra is átálltam, ezt ti javasoltátok még évekkel ezelőtt. Fényképalbum. Fénykép mérete van, 10x15-ösek ezek az XXL kártyák, és az pedig a fényképnek a mérete. Úgyhogy fényképalbumba is tudott tárolni, én abba szoktam gyűjteni, ami szép focisat, jó lenne venni, de egyszerű fekete is tök király. Na és akkor itt az XXL kártya tartunk. Hát ez technika óra. Kérem szépen. Na nézzük meg, akkor XXL kártya is van a starterba, illetve itt még további limitáltak, ugye a kódot be tud váltani hátra. Ezeket nem, mert én már megcsináltam, de ha nyitsz ugye sajátot, akkor be tud váltani az alkalmazásban. Oly, de jól néz ki a magazin, nagyon király, néhány játékos kiemelve, az a Messi the Best kártya az elképesztő. Úgyhogy nagyon király, 2025-ös hivatalos útmutatóm. Na nézzük akkor, minden magyarul van benne. Itt egy jó nagy szöveg, ahol felsorolja, hogy milyen kártyatípusok vannak. Nagyon-nagyon király. Majd utána pedig játékszabályt részletesen magyarul elmondja, hogy mikor ki védekezik, támad, vagy ilyesmi. Büntetőrugás hogyan zajlik, nagyon tetszik. Illetőleg már a világbajnokságra készül az album, vannak is hozzá kártyák, mondjuk az klubvilágbajnokság, de a lényeg, hogy szerintem lesz majd Road to FIFA World Cup is, és a régi FIFA 365 sorozatok, ez gyönyörű, ez nagyon-nagyon szép, tetszik. Mindegyikből van albumom szerencsére. Oké. Kártyatípusok, teammate-ek jóval alacsonyabb pontszámokkal rendelkeznek egyébként, ez ilyen érdekesség, ikonok, captain-ek, a klublogók, most mehez meg felálláskártya nincsen ugye, de van helyette Titan, Magician, Dominator szokásosan, ott a FIFA World Cup 2023 klub VB, ugye Golden Legacy, az albumokat, régi albumokat lehet ugye összegyűjteni, itt a Fluo kártyák, a Rising Starok, illetőleg The Best, legendák, 6 darab legenda van, nagyon király, mesterek, El Diaz, illetve a Golden Bowlerek, most ez lett Top Master helyett, viszont műanyag kártyák cserébe, úgyhogy nagyon királyul néznek ki. És van Szoboszlai Dominik, olé! Szoboszlai Dominikot is ki lehet nyitni, Haalandot is, hogy vannak bőven nagy nevek szerintem, teljesen rendben van. Na és akkor az Invincible, aj de jól néz ki az is, illetőleg a Momentum kártya, hát ez brutálisan jól néz ki, az a minta, hogy ott is fut a Momentum minta, nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Van Lamine Yamal Momentum is. Na, annak az értéke az biztos, hogy sokkal magasabb, mint a többi, szerintem legalábbis, de aztán majd meglátjuk. Ott a Ferencváros, Club Badge-el, meg mindennel, csomó kártyatípussal, nagyon király. Természetesen mondjuk egy Real Madrid, meg egy Barca sokkal több fajta lapot kapott, ezt így ki is emeli. És akkor itt vannak a legjobb kártyák az adott kategóriából. A legjobb teammate lap, ez nagyon érdekes, 225-ös összpontszám, és 84-es támadóval rendelkezik egy Haaland, a legjobb teammate. Ennél csak rosszabbak vannak, szerintem tök okés amúgy, hogy picit lejjebb vitték a teammate-eknek a, hát a pontszámát igazából. Most már a csillogósok még többet számítanak. Van Real Madridos, Bappénk, azt azért megcsinálták, fans favorite,
Nagyon király, Captain kártya, tök jók egyébként. És természetesen vannak nagyon magas pontszámok is, csak ahhoz már csillogóst kell nyitni. Itt a durva csillogósoknál kezdődik el az, hogy 99-es Ronaldo, meg ilyeneket tudsz nyitogatni, szerintem ez nagyon király. Alkalmazást megnézzük, vagy már megnéztük. Hát, megnéztük tegnap. Úgy bizony. Ó, és a limitált kártyák is külön Fradis oldal van. De király! Zakariasen, Makrekiz, Ramireznek a limitáltjait tették ide. És milyen termékek lesznek már? Sima kártyacsomag, XXL meg a blister, Öko blister, hú de furán, nagyon mindegy, ezt hívhatták volna blisternek is, elég fura. Mindegy, filmdoboz, zsebben hordható filmdoboz, mini filmdoboz magyarul, meg a multipak lesz ilyen. Meg a multipak, nagyon menő. Prémium csomag, prémium gold csomag, és Ferencváros speciál box. Az meg mi? Na, rajongó vagy a Ferencvárosnak? Na. Készítettünk számára egy szuper különleges doboz. 8 kártyacsomag, egy limitált, a csapat logójával, 12XX-el limitált, a kedvenc csapatodról 61 kárt és 12 Fradis XX-el limitált. Jézusom! De király! Kár! Menő ez a magazin. Bocsánat, hogy ennyit elidőztünk rajta, de imádom átolvasni részletesen, hogy mik lesznek. Ó, ez a Coin Limited is de jól néz ki. És ott a prémium csomag, és ott a sima csomag is. Olé! Na ez a nem mindegy. Na jól van. Azt a mindegy, mennyi minden van itt, amit meg kell néznünk. Jó, nézzük már Coin Limitedet, azt már látjuk is. Ez az új limited design. Jól néz ki, szerintem sokkal jobb, mint a tavalyi. A 2024-es rózsaszín limitáltjai nagyon gyengék voltak ehhez képest. Szerintem, ó, az XXL limitált Florian Wirtz. Nagyon tehetséges, kifejezetten király. Érdekesség, XXL limitáltakat nem lehet beváltani az alkalmazásba, hiába van pontszáma. Ettől függetlenül nagyon király, és pont beleillik a tartónkba is. Nézzük már akkor, mi van még itt. Támadó limited. Ó, Musiala, de komoly. Nagyon király. Következő, ez pedig egy Grimaldo, nagyon Leverkusen-es hangulatban vagyunk. És itt pedig egy Ferencvárosos Zakariasen Limited, de király! Nagyon király, Zaki magára talált azért, voltak jobb-rosszabb időszakai, de én úgy hiszem magára talált. Ami nem tetszik, hogy miért kék a háttere, szerintem sokkal szebb lett volna, ha a Ferencvárosnál zöld, a Leverkusennél piros, illetve a Bayernnél is pirosnak kellett volna lennie. Ez, hogy mindenkinek kék a limitált háttere, ez nem tetszik egyébként. Sokkal jobban szeretem, amikor harmonizál a csapat színével. Nézzük meg akkor a sima kártyacsomagot, amiből akár ugye Momentum is nyitható, 50 csomagonként Invincible, 20 csomagonként Golden Baller, ugye limitedet ebből nem lehet nyitni. Na, lessük meg Captaint viszont igen, Luke de Jong, majd utána egy Fluo David Neres, Weston McKennie, majd utána egy Florentino River Plate, illetve egy Ake a Cityből, még mindig remekül néz ki a teammate lapoknak a dizájnja, fantasztikus. Szerintem ezzel a 3D-s kerettel ez engem lehoz az életről, ez annyira királyul néz ki. Az ilyen 3D effektes dolgokat nagyon szeretem. Oké, nézzük már a prémium csomagot, amiben van egy prémium limitált, 3 garantáltan csillogós kártya és 6 alapkártya. Tehát úgymond a vak szerencse az nem lehet rábízni magad, mert úgyis tudod, hogy lesz benne 3 csillogós és 1 limitált. Tehát ez a prémium csomag, ez ebből a szempontból jó, hogy fixen kapsz jó kártyákat. Ó, és ott is van, Limited Edition Premium, na itt viszont más a dizájnja, rózsaszín, narancsárga, nem rossz egyébként, még mindig nem a csapat színének megfelelő, de oké, ezt lenyeljük. Más szeljes klublogó, itt nagyon tetszik, hogy full arany a széle, ez nagyon királyul néz ki a klublogóknál, illetve itt pedig Noalán, Diogo Jota, Kasper, majd utána egy Rodrigo, illetve Declan Rice és egy Harry Elliott, milyen nagy csapatos, elég jó lett ahhoz képest, hogy mennyi kis csapat is van. Fradisat nem sikerült nyitni, se Szoboszlait, mert Szoboszlainak is van külön kártya a Liverpoolnál, de összességében én nagyon elégedett vagyok, szerintem tök király ez a széria. Vannak kisebb hibák, amikkel nem teljesen értek egyet, de az árazás is olcsóbb, mint a Premier League, úgyhogy összességében ez egy jó kis széria lesz, úgyhogy ezt fogjuk gyűjteni, nyomulni, csinálni, kártyaáborúzni, alkalmazáshozni, mindenre nézzetek rá, mert rengeteg videó jön majd erről a szériáról, úgyhogy tegyétek meg, hogy feliratkoztok kérlek szépen a csatornára, és pörgetjük tovább ezerre. Sziasztok!